Mennyibe kerül? Igen, jó lesz. Akkor várlak a boltba. Figyelj, gyere hozzánk, nagyon jó szomszédságunk van itt. Igen, várok rád. Kihez beszéltél? Csajok, képzeljétek, szereztem egy szuper munkát. Szuper, gratulálok. Milyen munkát? Én leszek a fagyiáru segítője. Szerencsés vagy. Annyi fagyit ehetsz, amennyit csak akarsz. Ugyan már, ha Leona megeszi az összes fagyit, akkor semmink sem fog maradni, amit el tudunk adni. A fagyiárus azt mondta, hogy kaphatok fagyit. Fura. Szóval a fizetés alacsony? 500 euró. Aztán nem is olyan gyenge egy mellékálláshoz képest. Nem is elég. Naponta? Az lehetetlen. Biztos vagy benne, hogy nem egy átverés az egész? Dolgozok egy napot, és majd meglátom. Kell esetleg a fagyiárusnak egy másik asszisztens? Jó van, rákérdezek. Most viszont fel kell készülnöm erre az érkezésre. Ide fog jönni? Adhatsz neki egy szobát és egy konyhát? Biztos bele fog egyezni. Köszönöm, Amálka. Találkozni fogok a fagyiárussal. Mi pedig a házban leszünk, hogy ne zavarjunk bele. Egyelőre. Ez egy igazán jó kert lehet a fagyiáruláshoz. Eléggé furcsa maszkod van. Ez nem a maszkom, ez az arcom. Látom, te támogatod az imást. Készen állsz a munkára? Persze, csak még semmi tapasztalatom nincs benne. Nem számít. Az a fontos, hogy szeresd a jégkrémet. Szereted a jégkrémet, ugye? Persze, folyamatosan csak azt tennék. Íme a varázslatos fagyis kocsink. És mitől varázslatos? Minden, ami a fagyihoz köthető, az varázslatos dolognak számít. Mit van? Szóval mit kell csinálnom? Fagyit árulni a gyerekeknek. Amúgy szükséged van konyhára, hogy fagylaltot tudj készíteni? Igen, ez nagy segítség lenne. Akkor gyere velem. Itt csinálhatsz fagyit. Nem a legjobb hely, de egyelőre jó lesz. Most már mehetsz dolgozni. Ennyi? Esetleg segíthetek a konyhában, amíg nincs vásárló? Nem engedtek be senkit a laboratóriumba, mármint a konyhába. Jobb nem bemenni. Megértettem. Nézd, jönnek az emberek. Menj dolgozni, én pedig itt leszek a labor... a konyhába. De még azt se tudom, hogy mennyibe kerül egy fagyi. Minden fagyi ingyen van a boltomban. Ó, jó van. Végre az emberek eszik majd a fagyimat, és elérem a célomat. Jó étvágyat. Jöjjenek legközelebb is. Nos, ez a menü. Milyen furcsa. Miért van ingyen a fagyi? Talán a fagyis ember így vonza be a vásárlóit? És a fagyik neve is elég fura. Gonosz, félelem, erőszak, éhség. Az ember nem is akarja megenni ezt, még ha ingyen is van. Beszélnem kell majd a fagyiárussal. Ha továbbra is így fogja vezetni a vállalkozását, akkor csődbe fog menni. Fagyiárus, hé, van egy üzleti ajánlatom a számodra. Hé, itt vagy? Bejövök. Ez meg mire van? Itt az idő, hogy kimenjek, hívom a rendőrséget. Hallgatnod kellett volna rám. Bocsánat, már megyek is. Figyelmeztetlek, ne gyere be a konyhámba. Véletlenül jutottam be ide, kérlek, bocsáss meg. Meg kellene büntetni téged, amiért nem figyelsz rám. Ez meg mi? Hagyj elmenni. Leona nélkül valahogy unalmas. Igen, de Leona dolgozik, nem zavarhatjuk. Amúgy meg azt ígérte, hogy nekem is szerez majd munkát. Menjünk hozzá. Jól van, talán megkínál majd minket némi fagyival. Menjünk. Leona, jöttünk meglátogatni téged. Azt a mennyi érdekes fagyi van itt. Vegyél egyet. Tényleg, vehetek? És mi van veled? Minden rendben van? Vegyél egy fagyit. Milyen fura nevek, gonosz, félelem... Egyből elmegy az ember étvágya, de ajándéklónak ne nézd a fogát. Vegyél egy fagyit. Jól van, én az altató fagyit kérem, ennek van a legnormálisabb neve. Vegyél egy fagyit. Nem akarok, köszönöm, nem akarok. Vegyél egy fagyit. Jól van, elveszem, menjünk. Vegyél egy fagyit. Nem gondolod, hogy Leona furán viselkedett? Csak úgy tesz, mintha egy felelősségteljes munkavállaló lenne. Akkor is nekem úgy tűnt, hogy valami nincs rendben. Semmi kérdésre nem válaszolt. Csak az van, hogy a főnök figyeli, és nem akarja, hogy eltereljük a figyelmét. Valószínűleg igazad van, csak felhúzom magam. Milyen fura íz, nem ettem még ilyen fagyit. Nem fogok többet itt fagyit enni. Ó, annyira álmos vagyok. Alszom egy órát, rendben? Hiszen nem is akartál aludni. Nem akartam, de most már akarok. Aludni jöttél hozzám? Majd este aludni fogsz, most viszont bulizzunk egyet. Nem bírok, össze fogok esni. Tudom, hogy hogyan kell felébreszteni téged. Menjünk, és kérjünk Leonától egy marék jeget. Milla, ébredj fel! Mondtál valamit? Nem számít, kövess engem! Várj csak, te gyere ki! Hallgassuk ki, hogy mit beszélnek. Az
meg mi volt? Mila, láttad? Semmi különös, a fagyjárus és Leona. Te nem láttad a kék füstöt? Mintha Leonára fújta volna. Csak így párolog el a jég a melegben. Tuti, hogy nem jég volt, hanem egy fagyis ember. Valami tuti, hogy nem stimmel vele. Mila, ébredj fel! A fagylaltos a varázslatot helyezett rá. Tényleg? Nos, maradj itt és hajtsd le a fejedet, én pedig megyek és megpróbálok beszélni vele. Leona, sürgősen be kell menned a házba és el kell bújnod a fagyis embertől. Vegyél egy fagyit. Mondj valamit, hogy tudjam, hogy rendben vagy-e. Vegyél egy fagyit. Leona! Vegyél egy fagyit. Vegyél egy fagyit. Végre működik a tervem. Jóval korábban kellett volna elvarázsolni valakit, ugye? Vegyél egy fagyit. Neked köszönhetően több különleges fagyit tudok szétosztani. Itt van még egy fagyi neked. Nekem pedig el kell mennem a boltba a többi alapanyagért. Leona, mennünk kell, hallod? Vegyél egy fagyit. Kérlek, gyere velem, itt veszélyes. Fagylalt. Ne aggódj, megmentelek. Mila, Mila, már megint te? Amelka, hagyj aludni. Kérlek, szedd össze magad, kell a segítséged. Mit csináljak? Meg kell néznünk, hogy mi van a fagyis ember konyhájában. Meg kell mentenünk Leonát. Jól van, menjünk, de gyorsan. A legfontosabb, hogy a fagyis ember ne jöjjön vissza, különben minket is rávesz arra, hogy fagyit áruljunk. Így készül el a fagyi? Én pedig azt hittem, hogy a fagyit tejből csinálják. Nekem úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem fagyi. Az íze eléggé fura, de tuti, hogy fagyi volt az. Ezek veszélyes vegyszerek, amik rossz hatással vannak az agyra. Nem mehetünk innen, mielőtt még túl késő lenne. És Leona? Leonát majd később mentjük meg, nincs semmi tervünk. És mi van, ha elkap minket? Hogy megmens Leonát, meg kell értened, hogy mit tett vele a fagyis ember. Nézd, el akarja foglalni a világot a fagyiával. A fagylaltot fegyverként használni nagyon aljas dolog. A cél, hogy megtaláld a tökéletes képletet. A jelszó a fagyi születésnapja. Miféle fura jelszó ez? Nem tudom, de veszélyes fagyikat talál fel. Meg kell akadályoznunk. Beleegyeztünk, hogy megmentjük Leonát, ennyi az egész. Megmentjük Leonát, téged, és semlegesítjük ezt a fagyis embert. És miért kell engem megmenteni? Te is ettél abból a fagyiból. Pontosan, megettem az altatófagyit, most meg aludni akarok. Lennie kell itt valami feljegyzésnek. Nem az. Mila, ébredj fel, sürgősen el kell szöknünk innen. Mila, gyerünk, ébredj fel, el kell futnunk, a fagyis ember nem sokára visszaér. Jól van. Végre megvettem minden hozzávalót, most már biztos sikerülni fog. Az én pontos receptjeim, senki sem láthatja meg őket. Ha észrevesz minket, akkor mindennek vége. Hamarosan meg fogják bánni, hogy alábecsülték a fagyimat. Most pedig meg kell várni, amíg a fagylalt megfagy. Nos, most már minden érthető. Kell egy recept, hogy elkészítsem az ellenszert. Mi a jelszó? Mila, tudsz segíteni? A fagyi által okozott hatás egyre erősebbé kezd válni. Most már egyáltalán nem lehet felébreszteni Milát. Téves! A jelszónak egyszerűnek kellene lennie. Jelszó a fagyi születésnapja. A fagyinak van egyáltalán születésnapja? Talán ír valamit erről az internet. A fagyi első receptjét 1718-ban jegyezték fel. Oké. Hurrá, megvannak a receptek! A fagyi varázs erejét nem lehet eloszlatni. Nem azt. A menta illata nélkül képtelenség ezt eloszlatni. Pont ez az, amire szükségem van. Sürgősen szereznem kell mentet, hogy megmentsem a lányokat. Volt mohítóm a frigóban. Még nincs kész. Talán kell még némi sűrítőanyag. Hm?
Nos, ezt le kell írnom a receptekbe. A kedvenc receptjeim, valaki ellopta őket. Tolvaj, itt vagy valahol? Gyere elő! Szerintem tudom, hogy ki lehet ez a kis csintevő. Ez mentának tűnik, már csak a lányokat ki kell szabadítani. Vedd el a legjobb fagyit a világon. Azért jöttem, hogy hatástalanítsalak. Leona, hogy vagy? Eléggé furán érzem magam. Emlékszel rá, hogy mi történt? Arra emlékszem, hogy a fagyjárus idejött ezzel a kocsival, és utána pedig teljes homály. Mi történt? A fagyjárus el akarja foglalni az egész világot a fagyja segítségével. Miért tenne ilyet? Nincs miről beszélni, el kell bújnunk a házban. Hol van Mila? Megfeledkeztem róla, a fagyjárus konyhájában alszik. Hogy tudott ott elaludni? Mindent megmagyarázok majd később, menjünk. Itt vagytok, kis huligánok. Engedj el, nem fogok többet itt dolgozni. Még szép, hogy fogsz. Ehhez nincs jogod. Ez egy munkavállaló, vagy egy újabb tesztalany a kísérleteimhez? Tesztalany? Kísérletek? Hamarosan kész lesz a fagyim, és rajtad fogom kipróbálni. És mi fog történni, ha megeszem? Ti lesztek a személyes zombiaim. Miért csinálod ezt? Egy fagyjárusnak kedvesnek kell lennie. Eddig kedves voltam. Miért eddig? Akkor legyen, amíg a fagyi készül, elmesélem nektek a történetemet. De úgyis el fogjátok felejteni, miután zombikká váltok. Régebben egy nagyon boldog fagyjárus voltam. De egy napon új fagyíz került, csak az én boltomba. Kérlek, adj nekem egy új fagyit 2 gombóccal. Én pedig 3 gombócot kérek. És akkor mi történt? Abban az időben úgy tűnt, hogy mindenkinek tetszett a fagyim, és hogy sok vásárlóm lesz majd. Ez undorító, ez a legrosszabb fagy, amit valaha ettem. Az lehetetlen. Ennek kellene lenni a legjobbnak. Kóstold meg megint. Undorító az íze. Hogy bírod ezt eladni a vásárlóknak? De ez hogy lehet? Én is megpróbáltam, nagyon finom. Hülyéskedsz, ugye? Elmondjuk mindenkinek, hogy milyen undorító fagyid van. Igen, senki sem fog akarni ide jönni majd. Azóta egyre kevesebben és kevesebben jönnek ide a kocsimhoz. De kár! Szánalmas, zombiká akar változtatni minket. Ezek a lányok miatt be kell zárnom a boltomat. De nem a lányok a hibásak. Persze, hogy ők azok, ki más lenne? Ha a fagyi tényleg nem finom, akkor az emberek sem fognak jönni. Mit mondtál? Az én fagyim a legjobb. Meg leszel büntetve ezekért a szavakért. Meggondoltam magamat azzal kapcsolatban, hogy zombikat csinálok. És most majd el fogsz engedni minket, ugye? Nem, fagyit fogok csinálni belőletek. Már sikerült telepítenem egy fagyasztót ide. -10 fok. A megfelelő hőmérséklet az emberi fagyi elkészítéséhez. Micsoda? Viszlát, jó fagyi lesz belőletek. Ennyi volt. Nekünk végünk. Nem adhatjuk fel, ki kell szöknünk, és meg kell állítanunk ezt a bolondot. Ki tudod oldani magad? Nem, nem megy. Nem fogjuk sokáig húzni. Nagyon hideg van itt. Kinyomta fel ezt a klímát. Mila, oldozz ki minket. Nem tudlak, aludnom kell. Van mentás víz a táskámban, önts le magad. Asztal, ez segített. A mentás víz működött. Mi folyik itt a fagyasztóban vagyunk? A gonosz fagyis ember fagyit akar csinálni belőlünk. Ne állj ott, oldozz ki minket. Hurrá. Hogyan kapcsoljuk ki a hűtőt? Láttam, hogy a fagyis embernek volt hozzá egy vezérlője. Igen, de elvitte magával. Le van zárva, nem tudunk kimenni. Lennie kell egy másik kijáratnak. Úgy tűnik, hogy belőle is fagyit csinált. Szegény srác, most már utálom a fagyit. A fagyinak ehhez semmi köze, a fagyis ember a hibás mindenért. Már nem bírom sokáig, nagyon hideg van. Van telefonom, hívok valakit, majd eljönnek értünk. Megfagyott és nem működik. Még ha hívtál is volna valakit, már régen megfagytunk volna, mire ideér. Itt van a kulcs. Add ide gyorsan, talán az ajtóhoz van. Sosem gondoltam volna, hogy élvezni fogom a meleget. Na most gyorsan menjünk haza, elég horrorfilmet néztem mára. Nem, a fagyis ember fagyikat osztogat, és több ezer ember fog zombivá válni miatta. És mit kellene csinálnunk? Amint a közelébe érsz, a rabszolgájává válsz. Várj, szerintem ismerem ezt a fagyis embert. Honnan? A szomszédságból? Emlékszem rá, ez egy karakter a játék. Egy játékból? Biztos vagy benne? Igen, ez egy játék egy gonosz fagyjárusról. Nos, játszottam vele, de letöröltem, mert nagyon ijesztő. De hogyan tudna egy játékbeli karakter megjelenni a valós életben? Tudom, hogy a gonosz karakterek az emberek érzelmeiből táplálkoznak. Ha egy ember meg van rémülve játék közben, akkor a szörnyeteg erősödik. Vissza kell őt raknunk a játékba.
És azt hogyan csináljuk? Először is töltsük le azt a játékot a telefonodra. Nem bírom, nincs elég hely hozzá. Akkor törölj le valamit! Képeket nem bánthatod. Ezek azok a játékok, amikkel játszom. A TikTokot és az Instagramot sem törölheted. Komolyan, a világ a pusztulás szélén áll, te pedig a játékaid és a TikTok miatt aggódsz. Ah, add már ide! Na most már van szabad helyed. Nos nem, 60-as szintű voltam. Majd később letöltöd megint. Letöltöttem, most mihez kezdjek? Most meg kell találnod a fagyis embert, és mellé kell állnod. A telefonokat lefelé kell tartanunk. Minél több telefon van, annál valószínűbb, hogy a játék megint beszippantja majd. Menjünk a fagyishoz még, mielőtt mindenkit elvarázsol. Itt is van, ne menj túl közel hozzá! Hogyan jutottatok ki, butuska lányok? Befagyasztalak benneteket! Olyan könnyen nem fog menni. Most pedig add fel! Aha, nagyon vicces. Három lány sosem fog legyőzni engem. Van egy tervünk, és már nyertünk is. Amíg a fagyasztóban voltatok, majdnem az összes fagyit kiosztottam. Azok az emberek a szomszédságban már mind az én zombiaim. Ide hívatom őket. Csajok, kapcsoljátok be a játékot. A telefonokat fejjel lefelé tartsátok. Hé, mi a helyzet? Ennek így kellene lennie? Nem, valami nem működött. Mila rosszul tartotta a telefon. Micsoda jó képű férfi. Köszönöm, vele kétszer gyorsabban fogom elfoglalni a világot. Mit csináltunk? Futás! Bocsánat, az én hibám volt. Miattam most mindenki zombivá fog változni. Ne aggódj, még semmi sincs veszve. Van más módszer arra, hogy elpusztítsuk a fagyis embert? Rájöttem, hogy az internet segítségével irányítják. Vannak őt. Más gonosz emberek, akik irányítják? Nem, ezek valójában sima játékosok, akik azt hiszik, hogy ez csak egy egyszerű játék. Akkor el kell mondanunk ezeknek a játékosoknak, hogy ez valódi dolog. A probléma az, hogy ezek a játékosok akár 1000 kilométerre is lehetnek. És most mit kellene csinálni? Csak ki kell mindenhol kapcsolnunk az internetet, így a játékos nem fogja tudni irányítani. Csak ennyi, ez így eléggé bonyolult. Nincs más választásunk, cselekednünk kell már! Váljunk szét, nézzünk körbe a környéken, és kapcsoljuk ki az összes internet elosztót. Ha minden házat körbe jársz, akkor az nagyon sokáig fog tartani. Más tervet kell kitalálnunk. Tudom, mi a tervetek. Nem fog sikerülni. Fagyi. Megvagy. Hamarosan meg fogsz halni. Egyikőtöket elfogtam. Ha a másik is meg lesz, senki nem fog megállítani minket, hogy elfoglaljuk az egész világot. Kitartok és engedelmeskedem. Tudom, hogy mit kell csinálnom. Meg kell nyomnom a riasztó gombot, és akkor áramtalanítani fogok mindent. Fagylalt. Várjatok, csajok, jól vagytok? Agya. Jaj, ne. Egy harapás és zombit csinálnak belőled. Ne. Mit csinálok itt? Alig bírtam, még egy másodperc és ennyi volt. Jaj, ne! Olyan közel voltam a győzelemhez, meg fogjátok még bánni. Visszajövök még! Amelka, jól csináltad, megmentetted a világot. Csak szerencsém volt. A másik is eltűnt. Szerintem igen, legyőztük a fagyis embert egyelőre. Szerintem hamarosan vissza fog jönni, szóval a nézőinknek óvatosnak kell lenniük, hogy ne maradjanak le az új videóról. És hogy így legyen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el a csengést sem. Sziasztok! Hamarosan találkozunk!